A Diós Győri bölcsőde az Miskolcon a Bükk lábánál található, nagyon ideális környezetben. 1972-ben épült, akkor 120 férőhelyre, jelenleg most 84 férőhelyesek vagyunk. Nagyon örülünk, mert ebbe az évbe felújították a bölcsödénket egy pályázat útján, és most szeretnénk a gyerekek számára nem csak az épületet újult formájában átadni, hanem egy kicsit a játékkészleteiket is szeretnénk felújítani. Most erre kaptunk lehetőséget, és most ezt teljesítjük az ajándékozás során. Hát kérem szépen, itt vagyunk az IKEA-ba, az Őrsvezér terénél, ahol vásárolunk a Diósgyőri bölcsödének, ahová 86 darab kis lurkó jár, és hát a Duma Színház december 9-i fellépésének, illetve előadásának a jegybevételét felajánlottuk a gyerekeknek, úgyhogy rengeteg plusz állatot és készségfejlesztő játékot vásároltuk a kölyköknek, és végigmentünk az IKEA összes bugyrán, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Hát ugye én Diósgyőriként nem is kérdés, hogy miért támogatom őket, hiszen hát mind a 86 gyerek valószínűleg Diósgyőr szurkoló lesz, és nekem ez a legfontosabb. Úgyhogy hajrá Diósgyőr, hajrá Diósgyőri bölcsőde, és akkor hagyj használják a gyerekek ezeket a játékokat. Hello! Azért veszek részt ebben a jótékonysági akcióban, mert tudom, hogy egy államilag finanszírozott bölcsődének mennyire kevés jut bármire. Úgyhogy ezzel legalább tudunk adni egy keveset, meg a lelkemnek is nagyon jót tesz, hogy én adok. Gyakorlatilag fölléptem úgy, hogy magammal teszek jót, mert úgy érzem, hogy ettől jobb leszek, hogy adok. De különben lehet, hogy nem. De végül is ők jól járnak azzal, hogy kapnak valamit.